više vremena. Pesma iz isto imene zbirke. A kalancú alapvetően izgalmas és szokatlan élményt jelent. Sokszor használjuk, de sokszor helytelenül és erősen túlozva. Én viszont most egy olyan csodaszép helyre viszem el önöket Európában, ahol még tényleg és igazán lehet kalandozni. Mágikus városok, megkapó történetek és jó nagyra nőtt emberek fogadják az ideutazót. Az ország, ahol mindent beleng a kiszámíthatatlanság üdítő varázsa, és ahol hatalmas a természet. Tartsanak velem Montenegróba! Montenegróba, célországba, Szerbián keresztül mentem. Igaz, itt csak néhány szakaszon van autópálya. De mivel nálam az utazás nem csak az odajutás eszköze, hanem önmagában a cél, ezt választottam az unalmas, steril és drága horvátországi autópályázás, vagy éppen a repülés helyett. Bár Montenegró fővárosában, Podgoricában most már olcsón és gyorsan el lehet jutni Budapestről repülővel, én mégis autóval jöttem most, hogyha tehetem, így teszek, hogyha reális, mert ahogy maga az út is egyrészt élmény, és nem annyira instant élmény, mint a repülő, hogy felszállunk, aztán leszállunk egy más világban, hanem így folyamatosan lehet a változásokat érzékelni, hogy a táj változik, az emberek változnak, az épületek változnak, szóval mindenképpen ezt preferálom, és most is nagyon jól tettem, mert most Nyugat-Szerbiában vagyok, Nova városnak a környékén, ami egy hihetetlenül gyönyörű hely, és hát szerintem nem annyira ismert a magyarok körében, pedig nincs annyira messze. Persze nincs messze, de arra azért nem árt felkészülni, hogy Európának ezen a tájékán ugyanannyi távolság, sokszor hosszabb idő, mint máshol. Na de hadd mutassam meg, hogy merre fogok bolyongani a következő 6 napban. A szerb-montenegrói határt átlépve, rögtön a Durmitor Nemzeti Park felé veszem az irányt, hogy megmutassam a Tarakanyont, Zsabjakot és a Crnojezerót. Következő célpontom még aznap az Osztrog Kolostor lesz. Másnap megnézem Budvát, Cetinjét, Rijeka, Crnojevityát és Podgoricát. Nem maradhat ki később a Loftyen Nemzeti Park Nyegusi faluval, majd a Kotorjöbből vidékesem. Kotorral, Perasztal, Tivattal és Hercegnovival. Lemegyek majd jó délre is az Ada Bojanához, meglesem Ulcint, Staribárt és a Skodrai tó vidékét is. Hazafelé pedig a Moracsa kanyonján átautózva a Biográcka Gora Nemzeti Parkban zárul utazáson. De ott tartottam, hogy még Nyugat-Szerbiában vagyok, viszont ekkor már gőzerővel robogtam Crna Gora felé. A tájak eközben egyre szépültek, a fantáziám pedig egyre élénkebb lett. Nagyon közel voltam vágyott katarzison felé, amit ezúttal Montenegrónak hívtak. Már Montenegróban, Crna Gorában, a Fekete-hegyek országában járunk, mindenhol körbevesz a zöld. Az otthon hónapok óta a gyülemlő stressz egy pillanat alatt párolog el belőlem, annyira gyönyörű ez a környezet. Az első megállunk a Gyurgyevichy Tara és a híres Tarakanyon. És nem is csalódtam az antréban, abban, ahogy kezdett Montenegró. Ez volt az első képem róla. Ez, ahogy a Tara folyó kékezöld vize, négy kanyont vágva végig zubog a hegyek között. A folyó felett pedig ott magasodott ez a karcsúan masszív híd. Ami egyébként 365 méter hosszú. De persze a hídnál is sokkal, de sokkal hosszabb a folyó kanyonja, a maga 82 kilométerével. A mélysége egy ponton eléri az 1300 métert, amivel ott van az egész földkerekség legmélyebb kanyonjai között, Európában pedig egyértelműen a legmélyebb. És persze lehetne még napestig dobálózni a számokkal és a legekkel, de teljesen fölösleges. Úgysem ez hat az emberre, hanem a szépsége. Az viszont nagyon. A Durmitor Nemzeti Park egyetlen jelentős települése Zsabjak, ez az egész Balkán-félszigetnek a legmagasabban fekvő városa. Itt már erősen hegyvidéki az éghajlat, az évi átlag középhőmérséklet az 820 fokos. Zsabjaknak bár tetszett a hangulata, a város mégsem önmagában érdekes, hanem inkább azért, mert nagyszerű kiinduló pont a Durmitor Nemzeti Park vadvidékének felfedezéséhez. Ezen a környéken ugyanis napokat, sőt állítom heteket lehetne eltölteni tartalmasan. Az sem véletlen, hogy annak idején Tito is itt a Durmitorban bujkált hosszú ideig partizánjaival. Ám mivel az időnk szokás szerint korlátozott volt, én most kizárólag egy közeli látnivalóra kondicionáltam magam.
A Durmitor Nemzeti Park híres a gleccser tavairól, rengeteg gleccser túl található itt. Csábjáktól egy pár kilométeres séta a Crnoje jezero, a Fekete tó. A Crnoje jezero, a Fekete tó a Durmitor Nemzeti Park egyik gleccser tava, méghozzá a legnagyobb. Valójában két tóból áll, ami magas vízálláskor, mint ez a mostani is, egybeolvad. Szárazabb nyári időszakokban viszont ketté válik. A tavat a jég válta ki, és valami egészen fenséges látvány nyújt a mögötte meredező, még késő tavasszal, koranyáron is bőven havas, csak nem 2300 méteres megye csúccsal. Danas smo ovde blizu Crnog jezera, koje ovaj... Most a Fekete tónál vagyunk, ami igazából két tóból áll. A kisebb, az 48 méter, a nagyobb 24 méter mély. A hossza 1400 méter és 800 méter széles. Viszont magas vízálláskor, mint most is, ez az egész egy tónak látszik. A Fekete tó egy olyan gleccser tó, ami a hó olvadásából nyeri a vizét. Ez a folyamat általában áprilisban zajlik le, most azért ilyen magas a vízállás. A 800 méterre je sírin. Általában december 15-e körül fagy be, és március 15-e és április 1-e között olvad ki. Az a helyzet, hogy már itt az út elején leragadtam volna. Ha azt mondják ekkor nekem, hogy csak a Tarakanyont és a Fekete tavat láthatom Montenegróból, akkor sem távozom elégedetlenül. Úgy viszont még borzongatóbb volt az érzés, hogy tudtam, a kaland csak most kezdődik. A kaland, ami már az elején eléggé embert próbáló volt. A hajtűkanyarokat sok órás vezetés után néha bizony kezdtem zokon venni. De a táj mindig kisimította az idegrendszerem, mert az utak lélegzetelállító helyeken haladtak. Az osztrok kolostor felé haladva pedig még az égbolt is csodálatos jelenségeket produkált. Elég stílszerű, hogy pont itt, ismerve az osztrokhoz kötődő hihetetlen csodákat. Amellett, hogy az osztrok gyönyörű, számomra felfoghatatlan, hogy hogy építették ide a sziklába. Innen nem is annyira látványos, mert hogy ahol állok, az is a sziklának a része. Majd lentről jobban meglátjuk. Szóval a pravoszláv kolostor egy zarándokhely. És ahogy már finoman utaltam rá, számos elképesztő gyógyulást kapcsolnak hozzá. Viszont nem csak az ortodox keresztények, hanem katolikusok és muszlimok is látogatják. Azt is említettem, hogy maga az épület is extra klasszis. Ezért nézzük is meg egy pillanatra lentről, hogyan is néz ki ennek a kolostornak a pozíciója. Elképzelni sem tudom, hogy marták bele az épületet olyan magasan ebbe a sziklába, ráadásul a 17. században. Osztrogot elhagyva a nap végén Niksit városától nem messze, csak úgy mellékesen belefutottam még a Slano-tóba is, ami egy gáttal feldúzasztott mesterséges sóstó. Ekkor már teljesen egyértelmű volt, hogy nem fogok ebben az országban unatkozni. Vitathatatlan fáradtságomat csak az elégedettségem múlta fölül. Éreztem, jól ki fogok jönni Montenegróval. Főleg mikor sötétben egy hegyoldalból megpillantottam a Kotori-öböl fényeit. Ha Montenegró egy iskolai osztály lenne, a települései pedig az osztály fiútagjai, Budva lenne a népszerű köztük, a jóképű futballcsapatkapitány, akit mindenki szeret. Budva Montenegrónak egy igazi sztárja, és hát hogyha hátranézünk, ezen nincs is mit csodálkozni. Én nagyon nem szeretem ezt a szót, de mondhatni, hogy egy igazi ékszerdoboz. Inkább azt mondanám, hogy ha Montenegró egy hatalmas megtelített tál, akkor az egyik legfinomabb csevap csicsa. És hát való igaz, Budvát zabálják is rendesen. Még szezonon kívül is rengeteg a turista, de ezt hamarosan úgy is látni fogják. Most még időzzünk el egy kicsit ezen a magaslaton, ahonnan jól ráláthatunk az óvárosra. Budva óvárosának négy bejárata van, ez az egyik, ez a tulajdonképpeni fő bejárat. Budvát 2500 éve lakják folyamatosan, az Adria egyik legrégebbi települése. Voltak itt illírek, görögök, rómaiak, sőt a római birodalom kettészakadása után itt húzódott a nyugat és kelet-római birodalom határa. Állítólag magának Budvának az egyik része a birodalom nyugati, másik része pedig a keleti részhez tartozott. Az óváros, a Starigrád ma is látható képét viszont a velenceieknek köszönhetjük. A tipikus városfalak, a citadella, a szűk utcák és a bájos terek mind-mind az egykori itáliai városállam örökségét mutatják.
Budva manapság a montenegrói turizmus abszolút első számú és lüktető központja. Hát, hogy elnézem Budvát, már nem kell a turizmus számára kitalálni, szuvenírsopok hátán. Mondjuk kétségtelenül gyönyörű ez a város. Így van, egyáltalán nem csoda a város népszerűsége, viszont nekem ezzel a jelenséggel kapcsolatban mindig az a félelmem, hogy a népszerűség ára a hely lelkének elvesztése lesz. Hogy megszűnik igazinak lenni, és egy szép, üres és persze drága kirakat várossá változik. Szerencsére Budvával azért még nem teljesen ez a helyzet, de ha itteni turisztikai szakember lennék, erre biztosan nagyon figyelnék. Nem szeretnék ugyan, de itt most meg kell állnom. Nagyon leegyszerűsített történelmi lecke következik egy bonyolult országról címszavakban. Enélkül ugyanis nagyon sok minden lenne érthetetlen a továbbiakban. Az alaptézis az az, hogy a mai Montenegró területe nagyon régen lakott vidék, egykor illír törzsek szálláshelye volt. Később itt voltak a görögök is, és kolóniákat alapítottak. Például a mai Risszánt, vagy a már megismert Budvát. Aztán a mai ország egy része a Római Birodalom lett, majd a birodalom kettészakadása után Bizánci. Eközben a vidéket a megtelepedő szláv törzsek egyre erősebben támadták. Dukja néven ki is alakult itt egy szerb törzs terület. Ebből forrott ki a 11. századra egy fejedelemség, Zeta néven. Amit nem sokkal később egy másik szerb államalakulat, a szomszédos Raška elfoglalt. És ez így is maradt 1360-ig, amikor is Zeta, vagy egyes források szerint ekkor már Crna Gora, független lenni tudott Szerbiától. De eközben már a velenceiek is erősen terjeszkedni kezdtek az Adria mentén, a törökök pedig megjelentek a Balkánon. Nyugaton a velenceiek 1420-tól egészen 1797-ig uralták a mai Montenegró partvidéki területeit. Őket később itt az osztrák császárság és az osztrák-magyar monarchia váltotta. A mai ország másik nagyobb része pedig oszmán-török fennhatóság alá tartozott 1498-tól 1912-ig. A cunagorácok a Loftyen-hegység köré húzódtak vissza és elkezdték építeni fővárosukat, Cetinjét. És mivel extrém harciasak voltak, elérték, hogy elég nagy autonómiát kaptak. Ez volt a mai Montenegró törzs területe. Sőt, mikor 1697-ben a Petrovics-Nyegos nemzetségből való Danilót Vladikának, azaz püspökfejedelemnek választották, elkezdődött a Vladikák időszaka, és Montenegrónak a 19. századra sikerült függetlenné válnia. Ez így volt egészen a szerb-horvát-szlovén királyság, majd később Jugoszlávia létrejöttéig. Jugoszlávia szétesése után csak 2006-ban lett újra független Montenegró, méghozzá népszavazás útján. Na, így talán könnyebb lesz megérteni, miért olyan fontos következő helyszínünk a Podosztrog kolostor. A Podosztrog kolostor egyféle nem hivatalos látnivaló Montenegróban, mert egy ma is funkcionáló egyházi intézmény, és arról nevezetes, hogy Montenegró kultúrtörténetben nagyon fontos szerepet játszott, mert itt volt a vladikáknak, a püspök fejedelmeknek a székhelye, és hát én de most bepofátlankodtam, de olyan jó fejek, hogy beengednek. Tehát a kolostor a vladikák székhelye volt egy időben. A már említett Daniló, az ország vallási és politikai egyesítője itt halt meg, és itt is temették el. Emellett minden montenegrói legnagyobb hőse, Petar Petrovics Nyegos püspök fejedelem és költő, itt írt a hatalmas eposzának, a hegyek koszorújának több részét. Különleges kultúrtörténeti hely tehát ez a Crna Gorácoknak, és a ma is működő kolostor hűen tovább is viszi ezt a fontos örökséget. Mindössze a modern világba való beilleszkedése vicces, legalábbis földrajzilag. Ez az, amit nagyon imádok a Balkánban. Jobb oldalt nightclub, bal oldalt kolostor. Egy biztos, a nightclub később lett itt, mint a kolostor. De ekkor már úton voltam a korábban megidézett egykori fővárosba, Cetinjébe. A gond csupán az volt, hogy egy bizonyos ponton nem láttam az odafelé vezető utat. És az is gond volt, hogy ezt én nem a tévében láttam, hanem a szélvédőn keresztül. Csak még rosszabbul, mert a szemeim körülbelül tized annyira élesek, mint a kamera. Csak reméltem, hogy mindig van egy korlát az autó és a szakadék között, és azt is, hogy a szemben vagy a mögöttünk jövők csak észrevesznek valahogy. Hát nem mondom, hogy ezek életemnek a legnyugodtabb pillanatai. Iszonyú felhőbe jöttünk bele, én konkrétan néha csak sejtem az utat, nem is látom, hogy hol vagyunk. Nem akarom túl dramatizálni a helyzetet, de ez tényleg súlyos volt. Na meg persze szép is. Míg várakoztam, hogy elhúzzon a fehérség, eszembe jutott, hogy vannak olyan helyek, ahol a természet valahogy markánsabban benne van a hétköznapokban, elementárisabban érezni a változásait.
Na, Montenegró is pont egy ilyen hely, de akkor jöjjön Cetinje. Cetinje Montenegrónak a régi fővárosa, nagyon-nagyon fontos Montenegró életében ez a város, mondhatom itt a lelke Montenegrónak. Ma már egy ilyen álmos, vidékies, 20 000-es kisváros, semmi több, de nagyon más a hangulata, mint Montenegró többi településének. Cetinje egyébként tényleg olyan, mintha kicsit aludna. Az, hogy mennyire más karaktere van, mint például Budvának, merem remélni, hogy lejön a képekről. De hogy miért annyira fontos ez a város? Azt mondja el ez a hölgy, aki az itteni Nemzeti Múzeumban dolgozik. Olvastam, hallottam, hogy Cetinje nagyon fontos városa a montenegróiaknak. Igen, ez igaz. Miért? Mert ez volt a spirituális központja Montenegrónak a 15. században, amikor alapították. Onnantól kezdve, hogy a 15. században Iván Crnojevic megalapította Cetinjét, az összes uralkodó ide települt később. Például a legfontosabb a Petrovic dinasztia, akik 222 évig voltak Montenegró vezetői. Szóval mondhatjuk, hogy Cetinje kulturális és spirituális központja Montenegrónak, vagy legalábbis az volt egykor a történelemben. Cetinje is a cultural and spiritual center of Montenegro. That is the reason why Cetinje is so important for the Montenegro, for the history of Montenegro. But today is too. És ma is igaz ez? Today is also, but we don't have Hát ma is, de inkább azt mondanám, hogy Cetinje egy régi királyi város, aminek már nincs meg az a jelentősége, ami egykor volt. És hát sajnos gazdaságilag sem áll erős lábakon mostanában. Podgorica a főváros, a fő gazdasági központ most. Egyszerűen minden oda települt. Cetinjében a kultúra és bizonyos mértékben a turizmus az, ami még ma is él. Podgorica is the main economic center of Montenegro. So everything is settled there. Uh-huh. Only in the touristic and in the cultural sense the Cetinje lives in some way. Cetinje egyébként pont nekem való volt. Imádom az ilyen nagymúltú, de megkopott jelenű helyeket. Mondhatjuk, ezek a gyengéim. Ami nagyon tetszik Cetinjében, az, hogy hatalmas terek vannak, zöld, harapni lehet a levegőt, és alig van itt ember, teljesen egyedül vagyok. Tényleg nagyon jó kis hely ez. Cetinje egyébként pont a nehezen megközelíthetősége miatt tudott annak idején a montenegrói kultúra szívévé és lelkévé válni, és ezért is volt több mint 400 évig az ország fővárosa. A szerb-horvát-szlovén királyság, majd Jugoszlávia létrejötte volt az, ami megtörte a város fejlődését. Cetinje pedig azóta szelíden alszik és emlékezik. Mondjuk van is mire emlékeznie. A 18. századi Szent Péter kolostor például a város alapító Iván Crnojevic cetai fejedelem egykori palotájára épült. A biljárda pedig magának a nagy nyegosnak a rezidenciája volt. Aztán ez a vörösre festett szép épület a Petrovics klán egy másik uralkodójáé, Nikola királyé volt. De Cetinje egykori fényességét idézik a volt nagykövetségi épületek is. Szerettem ezt a helyet, az a nagy igazság. És ekkor még nem tudtam, hogy lesz egy másik hely időben közvetlenül utána, amit még jobban szeretni fogok. Ez pedig Rijeka Crnojevica. Már vitatkoztam korábban jó sokat arról másokkal, hogy ellentmondás-e a balkáni idill szó összetétel. Népszerű vélemény, hogy ellentmondás, mert nincs ilyen. De szerintem nagyon is van. Szóval innen üzenném megint a kétkedőknek, hogy a szó összetétel egy nagyon is valós jelenséget takar, és azt is, hogy nézzék jól meg ezeket a képeket. Cetinje és Podgorica között úttalan utakon jöttünk, hogy megtaláljuk a tökéletes hangulatot, hát ez közel van ahhoz. Én egész itt létem egyik csúcsának éltem meg ezt a 175 lelkes települést, és tudják, hogy mi a legviccesebb? Hogy egykor Rijeka Crnojevica is főváros volt, méghozzá Cetinje előtt. Bár már kissé zsibbad a nyelvem, de ismét ki kell mondanom, hogy Iván Crnojevic zetai fejedelem volt ekkor az uralkodó, az, aki Cetinjét is alapította. Hát őszintén szólva, igencsak kevés ma is élő 175 lelkes volt főváros lehet a világban, ilyen hangulatos pedig biztosan egy sincsen. Mint általában most is nagyon húzós napjaink vannak, nagyon sokat dolgozunk, hogy szeretnék elbúcsúzni önöktől. Jó éjszakát kívánok!
Hosszú volt a nap, de azért még messze nem volt a vége. Ha komolyan gondoltam volna a búcsút, akkor erről a látványról maradtunk volna le. Hát ez az a látvány, amiért mindenképpen el kell erre a tájékra jönni. Illetve ott a háttérben Sophia Loren kebleit láthatjuk, úgy hívják a helyiek. A Rijeka Crnojevitja folyó kanyarulata még egy esős időben is megkapó. Igazából teljesen mindegy, hogy milyen idő van. A szépséges, az mindenkor szépséges. A másik vízfelület ott a háttérben, Sophia Loren emlékezetes mészkőkebleivel, pedig már a Shkodrai tó. De ha már ez úgyis a fővárosok napja volt, illendő volt megmutatni az igazi, a mai fővárost, Podgoricát is. Egy kicsit speciálisan, ki sem száll az autóból. Podgoricában, Montenegró fővárosában vagyunk. Ez egy olyan körülbelül azt hiszem, hogy 200 ezeres város, és egy abszolút modern város. Az országnak a pénzügyi, politikai és gazdasági központja. Az utazó szempontjából annyira nem érdekes, mert egy nagyon új város. Ezért valószínűleg csak áthaladunk rajta, mert egyébként is sötétedik. Podgorica tényleg nem túl érdekes egy utazó szemével, nem véletlen, hiszen a II. Világháború alatt több mint 70-szer bombázták porrá. Így könnyen megbocsátható, hogy az itthonról is jól ismert szocialista blokkok határozzák meg az arculatát. De azért van egy picike kis óvárosa is, csak akkor még azt gondoltam, hogy arra most nem lesz időm. De aztán megláttam felbukkanni a város legrégebbi építményét, ezt a 17. századi török óratornyot, és már el is rántottam a főútvonalról a kormányt, mentem a szimatom után, makacsul, szigorúan GPS nélkül. Meg is lett az eredménye. Csak kiment meg valahol. Egyébként tényleg még ezek ilyen régi, ezek ilyen oszmán házak. Mert a főút arra. Tehát megint a meccset. És akkor nem arra, mert nem balra. Jaj, nem. Ne gyere ide. Ne arra. Arra, ugye? Na jó, akkor menjünk Tivadba. Remélem tetszett alternatív podgoricai kalauzom. Aznap viszont mi még tényleg Tivadba mentünk. Ott szálltunk meg ugyanis, és onnan csillagtúráztuk körbe Montenegrót. Most éppen a Loftyenhegyre tartunk, egy még a monarchia által épített, természetesen hajtűkanyarokkal teli úton. A mai cél egyébként a Nyegos mauzóleuma és a szülőhelye Nyegusi falu, amire már hajnal óta ki voltam hegyezve, a világklasszis sonkája miatt. De előtte még becsúszott egy megálló, egy borzasztóan szerény kis panorámával. Már jó magasan fönn vagyok a Loftyenhegységben, mögöttem a Kotori-öböl, ami egyrészt gyönyörű, másrészt, mivel geográfus lennék és nagyon érdekelnek a térképek, rendkívül élvezem, ahogy látni a településeknek az elhelyezkedését. Ezen kívül a hegységnek a gyűrt formái is nagyszerűen látszódnak. És van egy nagyon érdekes dolog, hogy az útnak az építetője egy Milica nevű királynőbe szerelmes volt, ezért a fölfelé levő úton lehet látni egy M betűt, ahogy beleépítette gyakorlatilag ezt a formát az útba, teljesen indokolatlanul. Gondolom már sokadjára érzékelhető, hogy Montenegró megvan áldva kilátásokkal. Innen jól látszik a szerelmes mérnök M betűt formázó útja, és maga a Kotori öbölrendszer is. Az öbölrendszer, ami egyezményesen az egész bolygó egyik leggyönyörűbb részlete, és amit Európa legdélebbi fjordjaként szoktak apostrofálni, hibásan. Mert ez valójában nem fjord, mert nem a jég válta ki. Az öböl egy a hegyekből lezúduló folyórendszer medre lehetett egykor, ami megsüllyedt a karszterúzió és a tektonikus hatások miatt. Méghozzá fölöttébb esztétikusan. Ha kigyönyörködték magukat, gondolom mehetünk tovább. De tényleg mehetünk? Ilyen a balkáni formánk, Albániából egy kőomlás állt az utunkat, most pedig fa rengeteg, de hát ez is hamar el fog menni szerintem. Már rutinos vagyok. Arra utaltam, hogy talán emlékeznek még rá, néhány éve hogyan küzdöttünk meg az albániai sziklaakadályokkal. Montenegróban most fászárúak voltak az úton állók, de ez az egész tényleg nem tartott sokáig, és ekkor még azt sem tudtam, hogy ez csak a kezdete volt egy sokkal nagyobb játéknak, mert nem sokára megérkezett a következő feladvány is. Ajjaj, hát ez meg... Ez hihetetlen. Fú,
fa után sziklák, mi jöhet még? Ez nem fog menni. Hát ez... Akkor várok egy kicsit. Jó, erre sem kellett túl sokat várni, úgy 10-15 percet. Mehettünk is tovább a mauzóleumhoz. Érdekes és némileg meglep, hogy késő tavasz, kora nyáron találunk ilyen hótömböket még itt Montenegróban. De akiért jöttünk, az Montenegró nemzeti hős, ott van a hegytetőn, oda fogunk fölmenni, hát nem itt nyilvánvalóan. Nem itt megyünk, de nem sokkal könnyebb felfelé az út a mauzóleumhoz sem. Egy igencsak fárasztó lépcsősor vezet föl, de ezt tudtam előre, mondjuk úgy, hogy ez egy betervezett és abszolút legyőzhető akadály volt. És egyébként is nagyon megérte a fáradtságot. Erdőrészletek és sziklák az úton, 500 valahány lépcső, de megérkeztünk Nyegosnak a mauzóleumához, és innen Montenegró is sík vidéknek tűnik, olyan magasan vagyunk. Nyegos mauzóleuma a Loftyenhegy csúcsán található 1660 méteres magasságban a tengerszint fölött. Az épület alapja 6 méter mélyen helyezkedik el a sziklák alatt. De amiért a legérdemesebb ide is feljönni, az megint csak a panoráma. Montenegróban meggyőződésem, hogy sokkal nehezebb csúnya helyet találni, mint fantasztikusat. Na és akkor jöjjön Nyegusi falu és a Sonka, ja és persze Nyegus szülőháza is. De mennyi is volt ekkor az idő? 2 óra és 3 perc. Na és ezt honnan tudtam ilyen pontosan? Onnan, hogy a lefelé tartó útszakaszt pont 2-kor zárták le. Az a plusz 3 perc beleégett az idegrendszerembe. Főleg miután megtudtam, ez még plusz 2 órát, egészen 4-ig így is lesz. Ó, az semmi, addig nézelődök, vagy játszok egyet a kövekkel. Elérkezett a 4 óra. Bár érdekes társaim voltak az úton, de az akadálypályának ezt a részét is teljesítettem. Jöjjön a Sonka! Jönne is szegény Sonka bizony, de mint kiderült, a faluba sem lehetett bejutni. 2-ig lehetett volna. Kitalálták miért? Az oda vezető út is le van zárva. Egy kicsit csalódott vagyok, mert Nyegusi faluba is be akartam menni, de az is le van zárva este 7-ig. Ott van a Nyegusnak a szülőháza, illetve Sonkát is akartam menni, a híres Nyegusi Sonkát. De mindegy, ezt most elengedtem. Ezt a házat viszont nem engedem el, mert ez volt az osztrák-magyar monarchiának a határa. Azért hamar sikerült megvigasztalódnom, mert ugyan ki ne enyhülne meg ettől a milliótől, maximum az, akinek baj van az érzékelésével. Ez a hely egyenesen mágikus, főleg ha hegyezzük a fülünket és meghalljuk a történeteit is. Még Kotorban a városban nem jártunk, de a kotori öböl is gyönyörű és tele van romantikus történetekkel. Itt van az az épület mögöttem. Ez a 3 nővér háza. Ez 3 nővér történetét mondja el, akiknek hajós volt a szerelmük. Ezek a hajósok elmentek messzi tengerekre, a nővérek pedig csak várták, várták, várták és várták őket, de soha nem érkeztek meg a hajósok. Ezért a nővérek meghaltak sorban, és ahogy meghaltak, mindig befalasztak egy ablakot. Ma az eredeti befalazott ablakokból már csak az egyiket látni. A 3 nővér gótikus háza egyébként Prücsányban van, és ez a történet csak egy az öböl sok története közül. Ebbe a faluba akartam tegnap feljutni, többek között azért, mert például itt van egy több mint 100 éves sonkaszárító, itt készül a híres Nyeguski Prsut. Azaz a sonka, amiről talán már így is többet beszéltem, mint kéne. A Prsut, amit 4 hónapig füstölnek, és összességében majdnem 1 év kell hozzá, hogy jó legyen. De itt még mindig nem sikerült sonkát kóstolnom, viszont sütit igen, egy kedves idős hölgy jó voltából, de a beteljesülés már nem volt messze. Egész pontosan csak néhány kilométerre. Így történt meg velem az eset, ebben a kocsmában. A kínzó vizuális és beteljesületlen előjáték már megvolt a kamrában, legszívesebben beleharaptam volna valamelyik egész sonkába. De türelem, türelem, mert a türelem Nyeguski Prsutot terem. Biztosan nagyon szimpatikus vagyok, mert behívtak a privát konyhába egy kis sonkakóstolóra. Én most kihagynám a tévékben ilyen helyzetekben oly szokásos cuppogást és az olyan idegesítő jelzők használatát, mint a lágy vagy sejmes ízű. Ízeket szavakkal úgy sem lehet leírni, főleg ilyen világklasszis ízeket. Nyegusi falu egyébként nem csak a sonkájáról híres, hanem a történelmi jelentőségéről is. A helyi hangokat hallgatva nagyon kell sietnünk, mert azt mondják, hogy 2-kor megint lezárják az idefelé vezető utakat, nem akarunk itt ragadni semmiképp. Ez a hely
azért fontos, mert egyrészt itt van a sonka, másrészt pedig a Petrovics dinasztiának ez volt a szülőhelye. Itt született Nikola király, itt pedig a királyok királya Nyegos. Láthatjuk, hogy ebben a kis faluban, annak is egy kis szegletében, sőt gyakorlatilag egy kertben koncentrálódik a montenegrói történelem. Nyegos, az uralkodó, a pravoszláv egyház metropolitája, kiemelkedő jelentőségű költő is volt. Irodalmi fontossága Montenegróban páratlan, de kora délszláv polihisztoraival összehasonlítva is jelentős. Apró adalék, hogy abban a Montenegróban is kiemelkedett termetével, ahol a magam 195 centijével nem éreztem magam magasnak. Nyegos állítólag bőven 2 méteren fölül volt. A történelmi és gasztronómiai finomságok után pedig akkor jöjjenek az építészeti finomságok Kotorban. De mint egy jó montenegrói, még megnéztem föntről, mi a helyzet lent. A hegyről lefelé jövve egy olyat láttam, ami Kotorhoz nagyon hozzátartozik, de ez nem feltétlen jelent jót nekem, mert ott van egy óceánjáró, és ott a másik. Ez azt jelenti, hogy tele lesz a város turistával. Hiába a sok turista, Kotor nagyot üt. A tengeri kapun belépve rögtön megértettem az összes zengedelmes dicséretet, amit ezzel a várossal kapcsolatban hallani lehetett. Ez a hely bizonyosan a világ egyik leghangulatosabb települése. Kotor tényleg egy kivételes város, mert hiába sok turista, Kotor legyőzi, átjön a hangulata, Kotor atmoszférája legyőzi ezt a hatalmas embertömeget. És van még egy dolog, van még egy nagyon fontos dolog, hogy az egészet áthatja egyfajta tényleg egy lustaság, egy lusta nyugalom, úgyhogy nekem ez egy nagyon familiáris érzés, és abszolút tudok azonosulni vele. Az óváros egyébként egy hegy árnyékában fekszik, és középkori várfalak övezik. Ezek a helyenként 20 méter magas falak pedig felkúsznak egész a sziklák közé, a Sveti Iván erődítményig. Olyan, mintha hozzá lennének igazítva a hegy természetes emelkedéséhez. Kotorban egyébként borzasztóan nehéz kiemelni bármit is, mivel gyakorlatilag egy hatalmas műemlékegyüttes, mesés palotákkal, lakóházakkal és szépséges templomokkal. Persze azért így is akadnak kiemelkedő szimbólumai. Az L alakú fegyvertéren a barokk reneszánsz óratorony például rendszeresen feltűnik a Kotort ábrázoló képeken. Szerintem teljesen egyértelmű, hogy miért. Előtte a szégyenoszlop azért arról tanúskodik, hogy a város szépsége mögött vannak bőven sötétebb tónusú történetek. De legalább annyi kedves is. Kotorban rendkívül sok a történet, szinte minden sarkon találhatunk egyet. Ma már nehéz elképzelni ebbe a turista áradatba, de egykor ez volt az egyetlen kutya a városnak, és ide jártak a helyi asszonyok pletykálkodni, igazi szaftos pletykálkodni. Egy másik ikonikus épülete Kotornak az 1166-ból származó román stílusú Szent Trifun székes egyház. Elképesztően régi ez a templom, de mivel csak úgy, mint a város, sok földrengés megélt, a tornyait csak a 17. században kapta. Sorolhatnám évekig az épületeket és a hozzájuk kapcsolódó történeteket, de ami még nagyon feltűnő volt, az a rengeteg macska és Kotor macska mániája. A fáma úgy tartja, hogy a világ minden táján megfordult hajósok hozták ide a macsekokat. Mert talán még nem is mondtam, Kotor neve egyet jelent a tengerészettel. Felfoghatatlan, hogy a még ma is működő kotori tengerészegyletet 809-ben alapították, a mi honfoglalásunk előtt 86 évvel. De akkor vissza a macskákhoz. Kotorban feltűnően sok a macska, és hatalmas tisztelet övezi, az látszik, olyannyira, hogy még egy macska múzeumot is nyitottak a tiszteletükre. Hát, bizarr egy múzeum, valószínűleg ezért is tetszett. Jaj, de jó! Cuki macska vagy, jaj! Azt gondolják, Kotor szépsége fokozhatatlan, igaz? Lehet, hogy így van, de azért most elviszem önöket pár kilométerrel arrébb Peraszba is. Keresem a szót, hogy mi illik a legjobban Peraszthoz, és csak egy ilyen közhely jut az eszembe az, hogy idilli. Őszintén szóval én nem értem, hogy miért nem él itt mindenki, de legalábbis, hogy én miért nem élek itt, azt tényleg nem tudom. Peraszt jóval kisebb, mint Kotor, ám legalább annyira patinás. Fényes múltjáról a megannyi ámulatba ejtő barokk és reneszánsz épület tanúskodik. A szimbóluma a városka főterén emelkedő Szent Miklós templom. Megannyi érték ebben a Perasztnak nevezett kincses ládában. És hát a hangulata, ó, a hangulata. Hogyha létezik hangulat, ami hozzám nagyon közel áll, akkor ott az az épület. Ez az, ami tényleg nagyon közel van.
romok, nemesség, futó növények, egyszerűen csodálatos. Amit már az előbb is felvetettem, tényleg nem tudom, hogy miért nem élek itt. Nagyon nekem való lenne, persze az kinek nem való. De az is jó kérdés, mit csinál az, aki itt él, mondjuk szezonon kívül télen. Tehát nastane zima, mi ovdje, znači više ne vozimo turiste, ali zato se bavimo ribanjem. Télen, amikor alig vannak itt a turisták, ez egy nagyon csendes hely. Hihetetlen nyugalmas. Ilyenkor halászunk, kimegyünk a hajókkal, kivetjük a hálókat, és hatalmas halakat fogunk. A nap végére még befért egy villámlátogatás a horvát határ közelében fekvő Hercegnoviba is, amit a virágok és az ezer lépcső városának hívnak. Szerintem nem nehéz kitalálni, hogy miért. Másnap dél felé vettem az irányt, első megállom a Budvától nem messze fekvő Sveti Stefán volt. Sveti Stefán az egykori halászfalu, ma már luxusüdülő, olyannyira, hogy az egyszerű földi halandókat be se engedik, illetve beengedik, csak csoportosan és jó előre leszervezve és elég drágán. Úgyhogy én se csoport nem vagyok, se ennyi pénzem most nincs, hogy ide bemenjek. Amellett meg a luxus annyira nem is érdekel. Ugyanakkor azért azt el kell ismernem, hogy ez nem véletlenül egy ekkora sztárhely itt Montenegróban. Bizony, az egykori halászfalu, majd erődítmény Sveti Stefán, minden Montenegróról szóló prospektus, reklámanyag első számú szereplője. Egy exkluzív nyaralóhely, egy luxus szálloda, amit nem is olyan régen a világ 50 legszebb helye közé választottak. Üzletemberek, királyok, vagy éppen színészek nagy kedvence. Érdekesség, hogy egykor egy különálló sziget volt, de ma már összeköti egy természetes homoknyelv a szárazfölddel. Bár környékétől délre úgy éreztem, kezdett megváltozni a hangulata az országnak. Közelítve az albán határhoz, egy Montenegróban teljesen egzotikusnak számító, totálisan sík környezetben haladtunk. Ada Bojana az ország délnyugati csücskében pedig egy teljesen új arcát mutatta Montenegrónak. Montenegró egy új arcát mutatja most nekem. Az ország extrém délnyugati csücskében vagyunk, nagyon közel az albán határhoz, de nagyon-nagyon közel. Igazság szerint ez engem már jobban is emlékeztet Albániára, mint Montenegróra. Az Ada Bojana szigeten vagyunk, aminek nagyon érdekes a története. Bizony, nagyon érdekes. Amellett, hogy a szigeten van egy nudista strand, a kialakulása az, ami nagyon egyedi. Egy a Bojana torkolatánál a 19. században elsüllyedt hajó volt az alapja a szigetnek. A folyó a röncs köré előbb kézzátonyt emelt, majd az idők folyamán feltöltötte hordalékával ezt a területet. A Bojana folyó Adriával való találkozása egészen csodálatos látvány, a hely maga pedig megspékelve ezekkel a parabola antennás vízi halászfiskókkal egy egészen egyedi szegletét adják Montenegrónak. Régi, csónakos, titkos vízi világ. Van itt valami ezen a helyen, valami mágia, valamilyen varázslat, hidd el nekem. De milyen jellegű varázslat? Hát olyan, hogyha mondjuk egész évben robotolsz, lejössz ide, garantálom, hogy történni fog veled valami. Nem tudom mi, de újra friss leszel, és újra végig tudsz dolgozni egy jó hosszú időt. Érted? Ez a fajta varázslat. Egyébként valami esküszöm tényleg elkezdett keményen belecsavarni ebbe a vízi világba, csak nem engedhettem elveszni magam, mert Ulcinyba kellett mennem. Ahová megérkezvén, rögtön szívembe is zártam ezt a képet, ahogy az óváros fellegvásszerűen a település többi része fölé magasodott. Ulcinynak viszonylag magasan van egy óvárosi része, ami szerintem nagyon eredeti, rajtunk kívül szinte senki nincsen itt, és úgy tűnik, hogy az emberek is itt laknak. Úgyhogy szimpatikus hely. Ulcinj megint bődületesen más hangulatot árasztott, mint az eddigi települések. Itt is megvannak ugyan a szűk utcácskák, de a házak és az atmoszférája a helynek valahogy teljesen más, keletiesebb. Persze a mondhatni szokásos illír, görög, római, bizánci, szerb, velencei, oszmántörök sorminta Ulcinyban is megvolt. Az óváros épületei is erre az összetett örökségre reflektálnak. A hely további érdekessége, hogy az oszmán időkben hírhedt kalózfészek volt egy hatalmas rabszolgapiaccal. Ami még nagyon érdekessé teszi Ulcinyt, hogy itt ez a belső tér, amit itt látunk, ez volt az adriai térség utolsó nagy rabszolgapiacca. Nem tudunk bemenni, csak benézhetünk. Állítólag a kalózfogságba esett Cervantes, a Don Quixote írója is hosszú éveket élt itt rabszolgaként. Sőt, Ulcinj izgalmas történetére jellemző,
hogy a 18. században Csádból és Szudánból is hurcoltak ide embereket, akik a rabszolgaság megszűnése után itt is maradtak, és albánul beszéltek. Azóta persze már teljesen beleolvadtak a helyi lakosságba, de hogy miért beszéltek Montenegróban afrikaiak albánul? Reggaeton Montenegro. Ulcin nem csak egy óvárosból áll természetesen, hanem van egy sokkal nagyobb, újabb város része is. A hátam mögött ugye látszik egy mecset, ez nem véletlen, ugyanis a város albán többségű, és ők javarészt muszlimok. Hát ez a magyarázat. Ulcin egy markánsan albán többségű város, a montenegrói albánság egyértelmű központja. Dél-montenegrói napomat nem is zárhatnám szebb helyen, mint a Shkodrai tó. Ez az egész Shkodrai tó környéke egy nemzeti park. A Shkodrai tó a Balkán-félsziget legnagyobb tava, a mediterrán régió utolsó nagy édesvízi mocsaras területe. Montenegró Albániával osztozik a területén. A montenegrói felén ez már egy hatalmas nemzeti park része, egyike az ötnek az országban. Ez Európa egyik leggazdagabb vízimadár rezervátuma. Mintegy 270 madárfaj él itt, köztük a kontinens egyik utolsó pelikán közössége. A Shkodrai tónál meredezik sötéten Lezendró vára is. Ezt még Nyegos építette, de később a törökök kezébe került, és a püspök fejedelem, noha szerette volna, soha többé nem tudta visszafoglalni. Van is egy ezzel kapcsolatos régi montenegrói mondás, bánatos, mint a vladika Lezendró miatt. Én viszont egyáltalán nem voltam bánatos, mikor másnap hajóra szálltam Tivatban, hogy a vízről fedezzem föl a Kotori öbölrendszert. Ez a filmkészítésnek egy ilyen pihentető része, legfőképpen azért, mert nem nekem kell vezetni. Most teszek egy hajótúrát a Kotori öbölnek az exugaiba, megnézzük innen a vízről a részleteit. Az előbb lehetett látni a Porto Montenegro kikötőjét, ahol azért van egy pár olyan úrnak jaktja, akivel nem nagyon szívesen vesznék össze. Így igaz. Van néhány olyan Porto Montenegrói jacht tulajdonos, akiknek értékeire nagyon-nagyon szigorú srácok vigyáznak, és ők általában nem vevők a kíváncsiskodókra. Valószínűleg szemrebben is nélkül vágnának be kamerával együtt minket a hűshabokba. De egyébként meg kit érdekelnek a luxus jachtok, amikor van itt még bőven más és sokkal érdekesebb látnivaló. Másnap elindultunk hazafelé a hegyeken át. Eközben egy újabb emlékezetes szépség, a Moracsak kanyonja kísért még el egy jó darabon. Még Montenegróban vagyok, de már hazafelé tartok Szerbián keresztül, és az utamat a Moracsak kanyonja kíséri végig, amely elképesztően gyönyörű, és emellett nagyon fontos az élővilág szempontjából is. Csak hogy néhány madárfajt mondjak. Fontos populációja él itt a kígyászhőrnek, a szirtisasnak, vagy éppen a havasi csókának. Nyilván ők is tudják, hol jó az élet. De biztos vagyok benne, hogy az utolsó helyszínünkön, a Biográdská Gora Nemzeti Parkban is prímán érzik magukat az állatok, lévén, hogy ez Európa egyik utolsó érintetlen őserdeje. Ebből a csodálatos nemzeti parkból búcsúzom el Montenegrótól, azt hiszem ennél stílusosabban nem is lehet, hiszen hihetetlen zöld, csak úgy, mint az egész ország. Egyébként ez már a negyedik nemzeti park az ötből, ahol megfordultam az utazásaim során, hogy nem is marad más, csak búcsút inteni. Viszlát Montenegró! A Biográdská Gora volt a negyedik, a Durmitor, a Loftjen és a Shkodrai tó nemzeti parkja után, ezen kívül lenne még egy, a Prokletije. De ne legyünk telhetetlenek, még akkor sem, ha Montenegróról van szó. Mert tényleg hihetetlen, hogy mekkora kincs van eldugva mindössze Dél-Dunántúl méretben ide a Balkán félszigetre. Biztosan elfogult vagyok, de nekem a Balkán eddig is mindig pozitívat jelentett. Szeretem a szívélyességét, a bonyolultságát, a vadságát. A szépsége pedig mindig alapvetés volt. Hát Montenegróba is jutott bőven mindezekből.